Mindennel foglalkoztam már, de tényleg van egyfajta periodicitás ezekben a dolgokban. Tehát, valószínűleg tehát inkább azt határozza meg, hogy mikor, mivel foglalkozom többet, hogy milyen volumenű az a megrendelés, amiben éppen vagyok, vagy az a sorozat, vagy az, ami, az, amit hoz a helyzet, az élet. És hogyha az egy terjedelmes dolog és munkás valami, akkor lehet, hogy 3 vagy 4 évig akkor csak festek. Ez jelenleg a képzőszeti tevékenységem az annak egy olyan 80-90%-át most a megrendelések határozzák meg, és konkrétan könyves megrendelések, illusztrációs megrendelések. És ezek tetszenek, elvállalom, leszerződöm, és akkor ezeket komolyan kell venni, és végig kell őket vinni. És van egy utóéletük is a könyveknek, és akkor úgy átszokott a dolog egy picit kapcsolni képzőművészbe inkább, tehát hogyha már megszületnek ezek a munkák, akkor egyszer csak rájövök, hogy ezek festmények is, nem csak könyvillusztrációk. És akkor van egy életük. Nem szégyellem, hogy tulajdonképpen többet mondok igent, mint nemet. Olyan láncolatszerű egy picit ez a dolog, amiben vagyok, tehát szinte minden alkalommal olyan valaki keresett meg, akit ismerek is, mint személyesen ismerem a szerzőt. Nem is annyira konkrétan a kiadóhoz kapcsolható. Nyilván egy személyhez fűződik ennek a pályának az elindulása, hogy az Ágoni Balázs, aki ezelőtt 9 évvel megkeresett, hogy van egy könyvötlete. Egy ismeretterjesztő sorozat, Erdély és nem csak erdélyi városokat gyerekeknek megmutatni úgy, hogy 100%-osan illusztrált kötet legyen, tehát egy képeskönyvben. Ez az ő ötlete volt, és hát ő nagyon bátor volt, mert úgy keresett meg engem, na igen, ez érdekes, hogy tulajdonképpen az origója a dolognak az, hogy ez egy olyan valaki keresett meg engem ezzel a felkéréssel, aki nem tudta azt mondani, hogy látott tőlem már hasonlót, hanem nekem mutatott egy Rádó Oltyán térképet, őt nagyon sokan ismerik, mert az egyik legjobb művelője ennek a műfajnak, a város festésnek. Ilyen értelemben térképrajzoló, ő régész is, és rendkívül tehetséges, és azt hiszem, hogy nincs még egy ember az országban, aki ezt. Mert egy ilyet mutatott nekem, hogy valami ilyesmit képzel el, anélkül, hogy tudta volna, hogy feltételezte volna, hogy erre képes vagyok. És akkor nagyon megijedtem, de belevágtunk, elkezdtük. És akkor ez egy nagyon hosszú folyamat volt, egy kerek év, ameddig a Kolozsvár könyv készült, és nagyon jó csapatmunka volt, és gyakorlatilag építkezett a dolog, tehát elindult a vázlatoktól, és akkor jöttek az ötletek, és akkor én kitaláltam egy stílust. Így indult el 2007-ben. Ez általában egy oldal pár szokott lenni, ez a jövőkép, tehát ez a kisebb százaléka a feladatnak, többet kell melózni azon, ami volt, és visszapörgetni olyan időket, amiről nincs képi dokumentáció, tehát az is egy, azt is ki kell találni, tehát hogy milyen volt egy kor, a középkor vagy egy őskor, az pont olyan meredek, mint kitalálni, milyen lesz 100 év múlva. Kolozsvár esetében léptük a legnagyobbat, az, hogy azt állítottuk, hogy 100 év múlva mi tudjuk, hogy milyen lesz a város metróval, meg mindene. De aztán ezt próbáltuk, illetve aztán visszafogtuk magunkat, és a későbbi kötetekben már inkább a jelenről igyekeztünk meg rökíteni egy pillanatot, vagy a közeljövőről. Azért jó, hogy a végén van egy ilyen, mert azért egy év alatt, egy évig készül egy ilyen könyv, megjegyzem, és azért van idő picit átvenni a városnak az ízét, az amatát, és akkor ott közben találkozunk emberekkel, járunk olyan helyeken, ami lehet, hogy nem jelenik meg, nem annyira fontos, nem, de beépül, és ez segít egy picit a fantáziát is tovább lendíteni azon, ami kifejezetten látható. 7 város sikerült az elmúlt 9 évben elkészíteni, ez mondjuk 12 kötetet jelent, mert fordítások is, de az én munkám, nekem munkám már a fordításokkal nem volt, de 7 városnál tartunk, és azt hiszem a legmesszebb Visegrádra mentünk eddig, illetve Székesfehérvárra. Ezt milyen rövid távú látogatásokkal oldottuk meg, tehát ilyen egy-két-három napos kiszállásokban többször a sorozatszerkesztővel.
a legfontosabb emberek itt a dologban a történészek és a régészek, és a helytörténészek, akik ott, na most az ők szabad idejüket kell egyeztetni a milyenkel, de ez mindig sikerült, tehát ezek nagyon jók ezek az utak. Állítom, hogy persze jobb lenne több időt eltölteni, de ezt úgy jónak érzem, amit eddig sikerült egy illető városban eltölteni. Ez a, azt hiszem, a második festmény ebben a 9 éves történetben, amit elkészítettem ennek a sorozatnak, tehát az a Kolozsvár könyvnek a, nem tudom, a könyvben hányadik, de a második megfestett festmény. Tehát elkezdtük a 15. századot, és akkor úgy haladtunk visszafele, meg előrefele, és annyira kitalálatlan, vagy kitaposatlan volt még ez az út, hogy itt mindent toldozgattam a papírokból, így menet közben alakult a kompozíció, meg egy történelmi darab, amit nem adok oda senkinek, és ezt megmutatom akkor ezt könyvben. Ilyen lett a... Így mutatom. Most itt lehet ugye látni, hogy mennyi jó dolgot elfedett a szöveg, de annyira jó a szöveg is, hogy ez megérdemli, szóval ez egy ilyen kompromisszum. Ezekben a nagyméretű képekben ez a Jolly Joker, hogy majd lesz egy olyan felület, illetve elég sok olyan felület, amit lefed a szöveg. És ezért nem perlekedem senkivel, belenyugszom. Majd már úgy festem már egy ideje, hogy tudom, hogy ott szöveg lesz. Az érdekes, hogyan jutottam oda-vissza, ami eleve érdekel, de fogalmam sem volt, hogy ez egyfajta ilyen, hogy ez az illusztráció nézek én, amikor annak idején, valamikor nagyon kicsi koromban engem csak az érdekelt, ami történetet mond el, azok a festmények. Nem, fogalmam sem volt, voltam, volt történet, volt, amik nem, hát Bruegel festményei, nem illusztrációk, azok festmények, de azokat bírtam nézni órákig, és engem érdekelt a történet, hogy mi lett mögötte, és ha nem volt, ha nem kaptam hozzá, ha nem mesélték el a szüleim, akkor kitaláltam. Most akkor ez valahol ilyen nagyon későn, ilyen 25 év után így találkozott azzal, hogy valahol ráéreztem, hogy ez nekem kézenfekvő, én ezt tudom festeni is, és szívesen kapok szöveget, szívesen olvasom. És akkor utána meg az a helyzet, hogy ez valóban az görgette tovább bennem, hogy akkor most már épp itt az ideje az én történeteimnek is valahol formát adni. Tehát én nem tudom megírni őket. Jött nekem ez az ötletem, hogy az álmaimat miért ne festeném meg. És akkor ebből lett egy 20 darabos sorozat, és ezt így nagyon hamar valaki megállapította, hogy hát tulajdonképpen ezek illusztrációk, a saját kút fejem illusztrációi, és akkor a volt egy kiállítása, és röviddel azután kaptam egy ilyen felkérést, illetve hát egy ilyen ajánlatot tettek nekem, hogy mit szólnék én ahhoz, hogyha képeimhez írnának fiatal szerzők verset, prózát, bármit, tehát hogy rendelkezésükre bocsátanám-e ilyen célból a képeimet. Most egy picit persze meglepődtem, és úgy hát nem tudtam, hogy akarom ezt, vagy nem, és aztán meg utána a következő pillanatban meg már akartam, igen, miért ne, oda így is működhet. Van egy az álomsorozatomban, óhatatlanul ott van egy jó pár festmény, ahol ott vannak a saját képeim, amit tényleg hát rengeteget álmodom eleve azt, hogy festek. Tehát ez most mindentől függetlenül, hogy van határidős munka, vagy nincsen, de milliószor festek, vagy éppen retusálok valamit. Tehát ilyesmi. Viszont ami úgy markánsan megszületett, és valahol lóg a falamon, az is bekerül a látószögembe, vagy az álmomba. Évvel ezelőtt. A szürrealizmus az úgy érdekelt is, mint izmus, tehát mint korszak, mint az alkotói, tehát az úgy foglalkoztatott, hogy mi van mögötte, mi a sztori mögöttük, azokat nagyon sokáig szerettem, és most is, tehát egy Dalit bármikor megnézek, és beszélgetek róla, és érdekel. Azt hiszem, hogy az ilyen valóságból kiragadott irracionális társítások, ezek így mindig vonzottak, tehát hogy egymás mellé helyezni egy történetbe ilyen furcsa dolgokat egy lapra hozni, egy felületbe, az izgat engem.
nem is tanultam a festészetet, nem tanultam festeni, nem végeztem festőszakon, nem érdekelt az olajfesték, és tulajdonképpen miért nem mondanám azt, hogy ilyen értelemben a klasszikusokhoz miért nem vagyok festő, és alkatilag sem volt ez meg bennem. Amikor az üveggel kísérleteztem, hogy üvegre festettem akrillal, ilyen nagyon tényleg tubus színekkel, fekete kontűrrel, akkor ismerkedtem meg a színekkel. Ez már nagyon későn volt, tehát ugye akkor éreztem egy erőt azokban a színekben, ami... De most egy picit akkor utána meg ez társult azzal, hogy figurális, csak a figurális dolog érdekel, csak a sztori, a történet, és az aprólékos, apró dolog, a kicsit a miniatűra felé haladó valami. Na most apró felületen sok kis dolgot elhelyezni, ami mozog, ami csinál valamit, emberi alakokat, picit naívan, kicsit ilyen módon, ezeket csak élénk színekkel és sok színnel lehet megfogni, hogyha az ember fest. Minden technikával meg lehet ezt oldani, csak én ezt tudom kihozni magamból. Ott egy borító készül, egy könyvborító, ez egy fiktív térkép, amin a világűrtől a kisherceg bolygóján keresztül a piramisok, a Szahara sivatag, az őserdők, a Himalája, tehát egy ilyen valami, mert egy eleve ez is egy verses kötet, és utazás rímekben Magyarországon is a világ körül az alcíme. 606 lesz a címe, ez a könyv, ez még nincsen nyomdában, a napokon belül nyomdába kerül, úgyhogy akkor ez a borítót most nem tudom megmutatni, hogy mi lett belőle, de remélem, hogy lesz ilyen szép, illetve hogy még szebb lesz még ehhez képest is. Az a jó az illusztrációban, hogy lecsökken a mérete. Tehát az eredeti festményhez képest csak az játszik, mint illusztráció, amit méretében lecsökkentünk a nyomtatáshoz. És akkor én ebben azt élvezem, hogy akkor az úgy még aprólékosabb. Tehát még inkább megtelik a felület. És én ebben élek, ezt élvezem, ezt szeretem, és akkor, ha tehetem, akkor minél nagyobban festem meg az eredetit, hogy akkor azt minél jobban lehessen csökkenteni. Van annak is egy határa, hogy meddig szól, már nagyon nem, amikor már elvesztődnek részletek, de a szerencse annyi időm nincsen, hogy ideig jussak. És akkor ez most egy olyan egy-kétharmados csökkentésben fog megjelenni, és akkor az úgy még részletesebb. A galamb a legszelidebb állat, és a legfinomabb gondolkodású madár. Szent dolgot szimbolizál. Szerintem azért szárnak rá a galambok, ez mondjam így, a Mátyás király szobrára, mert akkor kijön az én szobám, hogy Mátyás király egy igazi király. Felmiri Cecília volt kolléganőm rendezte. Rám hárult az a feladat, hogy formát kell adni annak az arcnak. Én nagyon szívesen, én egyébként az is egy olyan fajta folyamat volt, hogy egy elég határozott karikatúráról lett visszabontva, egy már nem karikatúrává. Tehát ez egy már egy sematizált arcképcsarnok ebben a filmben, ami hosszú folyamat előzött meg. Van egy arc, egy beszédstílus, egy gesztusvilág, egy mimika, és leszűrődik egy intellektuális háttér is valahogy abból a rövid vagy hosszabb beszélgetésből, tehát az sok minden kell ahhoz, hogy olyan legyen a figura. Bár ezen a filmben végül az volt egy fontos szempont, hogy legyen egy egyezményes formája azoknak az arcoknak, tehát van egyfajta ilyen sematizálás benne, ez a jót tett végül is a filmnek is, a technikának is, és ezért sok kompromisszumot kellett kötni, hogy egy lényegében teljesen eltérő arc végül mégis az a fajta körtefej legyen, amilyen az összes többi, hogy ez hordozzon egy ilyen markánsabb jelenvonást vizuálisan a film. Van előkészületben egy film, amin már dolgozunk, ez a Dracula.
Túra filmje szintén felméri Ceciliának, ezen elkezdtünk dolgozni, és még fogunk ebből egy filmet készíteni. Nem tudom, tehát, hogy én nem keresem ezt a munkát. Ha engem megkeres a munka, akkor valószínűleg igent fogok rá mondani, mert izgalmas. És az is jó, hogyha időnként jön egy ilyen új impulzus. Tehát itt ez már más technika, másképp kell gondolkodni, snittekbe kell gondolkodni, más képkivágás, másfajta képsűrítés téma. Tehát azt hiszem, hogy ez egy fajta felfrissülés én számomra. Lakatlan szigetre el kell vinni egy eszközt, és az valami legyen. Hát az biztos, hogy az ecsetet vinném, és a festékeimet, és ha nem lehet vinni csak három színt, akkor nem megyek sehova. Akkor nem tudok már dolgozni. Meg megtanultunk piros-sárga-kékből festeni, tehát azt is lehet, meg két színből is. De most már vagy viszek mindent, vagy nem, akkor elmegyek állatgondozónak.